És ma ő a vendégünk a Westchester Newsline műsorában, Sri Chinmoy. Köszönjük, hogy élőben itt van. Nagyra értékeljük. Hogyan látja jelen pillanatban a bolygónk spirituális állapotát, figyelembe véve a jelenlegi történéseket? I strongly feel that the world is progressing. And that the world has a sincere hunger for peace. Sometimes we unfortunately enter into where we wage war and so forth, but in the very depths of our hearts we are all longing for peace, a oneness home. Nézzék, kinyomta! Ne próbálják ki otthon! Nem a felemelt kő mérete számít. Végül egy újabb nap, újabb világrekord. Sri Chinmoynak. Maga az ok számít, amiért a követ felemeled. Ha felemelne téged és engem, akkor 90 kilós súlyzókat emelne. Nos, ha a világ súlyát érzik ma a vállukon, akkor jó társaságban vannak. Sri a világnak emel, és minden embernek a világon. Azt kérdezik, miért tette? Nos, mert meg tudja tenni, és nekem ennyi épp elég. Olyan érzés, mintha megszűnne a gravitáció. Van valaki, aki pusztán a jó cselekedet kedvéért tesz jót? Vannak súlyemelők, és vannak spirituális mesterek. A kettő nagyon ritkán jár együtt. Ha spirituálissá válsz, akkor bármit elérhetsz. Soha nem hallottam még arról, hogy bárki is megmozgatott volna akkora súlyokat, mint ő. De ha ötvöznénk a Dalai Lámát és a hihetetlen halkot, akkor lehet, hogy valami olyat kapnánk, mint Sri Chinmoy. Sri Chinmoy! Sri a hihetetlen! A lehetetlen kihívása.